imádok élni. És most, hogy ugye volt egy klinikai halálom, és visszajöttem, és megéreztem azt a hihetetlen szeretetet, ami állott felém, pedig el voltam zárva nagyon. Csak ahogy a interneteken közölték, vagy például volt úgy, hogy egyszerre több ezeren mondtak értem a katolikus rádióban, arról imádkozták. Szóval, vagy olyan azt mondta valaki nekem, hogy én még soha életemben nem imádkoztam, mert ateista vagyok, de most imát mondtam, érted, Mari? Szóval nem tudom, szeretek élni, és mostan kicsit az a bajom, tudja, hogy soha nem törődtem azzal, hogy hány éves vagyok. De most rá kell jönnöm, hogy sajnos leéltem az életem túlnyomó részét. És néha eszembe jut, hogy bizony el kell menni. De én tudok örülni annak, ha kisüt a nap, vagy egy boldog pillanatnak, vagy annak, hogy egy szép virágot látok. Vagy például megálltam most útközben, kocsival hoztak a lányomét, és megálltunk, és szétnéztem, hogy a zöldnek mennyi fajtája van velem szemben, és a szívem megszakadt, egy ilyen kiállóba álltunk meg. Ugye ebben a gyönyörű tájékban oda volt, pedig két szemetes föl volt állítva, és oda voltak eldobálva a szemetek. Az emberek ilyenkor annyira haragszom, annyira. Tehát ott ez gyönyörű vidéken jöttem. Szép ez az